Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj meg angolul az angol nyelvtan nélkül. És itt most álljunk meg egy pillanatra. Nem láttam az arcod, amikor megnyitottad ezt a videót, vagy amikor elolvastad ennek a videónak a címét, de azt gondolom, és szerintem, ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor ezt mindannyian egyetértünk ebben, hogy örömmel és várakozással telve nyitottad meg ezt a mostani videót. A válaszom az, amit most el fogok mondani, az a kapcsolatban én pontosan tudom, hogy nem leszek nagyon népszerű, de akkor is szeretném, ha tudnál erről. Nyelvtanárként én folyamatosan keresem és kutatom azokat az új módszereket, amelyekkel a diákokkal megismertethető és megszerettethető az angol nyelv, az angol nyelvtan és az angol kultúra összességében. És mivel nagyon fejlettek már a különböző közösségi oldalaknak az algoritmusai, ezért nekem a Facebook folyamatosan feldob olyan hirdetéseket, amelyekben különböző nyelviskolák, nyelvtanárok és módszerek jelentkeznek és hirdetik magukat. És néhány nappal ezelőtt belefutottam egy olyan, nem túl nagy, de elég agresszív nyelviskola hirdetésébe, amely pontosan ezzel a címmel hirdette az egyik képzését, vagyis, hogy nyelvtan nélkül, vagy az angol nyelvtan kihagyásával fog téged, vagy a jelentkezőket megtanítani angolul, és elég sok lájkot kapott ez a hirdetés. Nem tudom, hogy mennyire volt sikeres ez a kampány ennek a nyelviskolának, és hány új hallgatója lett, de ha látsz egy ilyen hirdetést, amiben elmondja, amiben így hirdeti magát egy iskola vagy egy nyelvtanár, akkor én azt javaslom neked, hogy nagyon-nagyon-nagyon messziről kerüld azt el. Személy szerint én borzasztóan dühös vagyok, amikor egy ilyen hirdetést látok, és szeretném elmondani, hogy miért, és hogy hogyan fog ez neked ez az egész dolog segíteni. A mai világban szinte mindenki hajlik arra, hogy a lehető leggyorsabb és a legkönnyebb utat válassza magának, és ezzel érjen el minél előbb sikereket. És tulajdonképpen ez a marketing, vagy ez a típusú marketing pontosan erre akar rájátszani és ráerősíteni, tehát van egy tanulási folyamat, vagy bármilyen folyamat, a sportéletből is hozhatok nyugodtan példákat, amelyen vannak természetesen nehézségek, amit az embernek le kell küzdenie, amit el kell sajátítania. És azért, hogy könnyebb, hogy népszerűbbé tegye magát valamilyen cég, azért azzal hirdeti a szolgáltatásait, hogy elmondja, vagy abba a hamis reménybe taszítja a diákokat, hogy a nehézség ebből a folyamatból megúszható és kiküszöbölhető. Sajnos ez nem így van. Én a máig nem értem, hogy akar egy valaki angol nyelvet tanítani nyelvtan nélkül, hiszen nyelvtan nélkül lényegében csak angol szavakat tennénk egymás mellé, én alma enni most, meg körülbelül így néz neki egy mondat, vagy tulajdonképpen nem is egy mondat, hiszen ha nincs nyelvtan, akkor mondatok sincsenek, hanem maga a kommunikáció. Én azt érzem, hogy ez egy kicsit olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy úgy lehetsz mondjuk három danos karatemester, és úgy tud téged eljuttatni valaki erre a magas színvonalra, hogy soha az életben egyszer sem fognak téged megütni. Ugye ez is egy óriási butaság, ilyen nincs. Vagy ha egy autós iskola úgy hirdetné magát, mivel pontosan tudják, hogy mindenki csak gyorsan szeret menni, és mindenki szereti nyomni a gázt a padlóig, viszont parkolni egy szűk utcában úgy, hogy mögötte dudál a sor, senki nem szeret, ezért úgy hirdetné magát az autós iskola, hogy úgy fog téged megtanítani autót vezetni, hogy soha az életben nem kell majd leparkolnod. Ugye ez is egy óriási baromság, az ilyen autós iskolával sem kezdenél egy együttműködést. Tehát én inkább azt javaslom mindenkinek, pontosan értem, hogy a nyelvtan, az angol nyelvnek a nyelvtana teljesen más, és
nehézséget és kihívást jelent a magyar diákoknak, de ahelyett, hogy megpróbálnád ezt a nehézséget teljesen kiküszöbölni, ahelyett próbáljunk olyan módszereket és megoldásokat találni, amivel számodra a nyelvtan megértése könnyebb lesz, vagy könnyebben emészthető lesz. Én is pont azért hoztam létre az online tréningemet, mert nagyon sokszor tapasztalom, amikor más angoltanároktól veszek át diákokat vagy csoportokat, hogy rosszul magyarázzák nekik a nyelvtant, vagy félreérthető módon magyarázzák nekik a nyelvtant, és egyszerűen nem tudják befogadni, és nem tudják megérteni ennek a logikáját és ennek a működését. Nagyon támogatok minden olyan elképzelést, ami ebbe az irányba megy, tehát hogy szeretné új módon vagy más szemszögből megközelíteni a nyelvtan megértését, viszont semmi olyatba ne menj bele, és személy szerint semmi olyat nem tartok megfelelőnek, ami azért, hogy szerezzen egy vagy két hónapra néhány új befizető hallgatót, azt mondja, hogy a nehézséget, a buktatót az teljesen kiküszöböli, és úgy fog téged tanítani, hogy ezt teljesen meg fogod úszni. Ilyen nincs. Jó, úgyhogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy pontosan értem mindenkinek a nehézségeit és a kihívásait, de ezen minden nyelvtanulónak át kell mennie, át kell esnie, ezt meg kell emésztenie, gyakorolnia kell az angol nyelvtant, nem írásban, nem nyelvtani tesztekkel az általános iskolában, ahol kapsz egy papírt, és pontosan tudod, hogy meg két igeidőt hasonlítottátok össze az elmúlt másfél hétben, és akkor a két igeidőből kiválasztod, hogy vajon abba a mondatba melyik illik bele, és melyik lesz megfelelő, hanem beszéd, 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 és beszéd közben, amikor egy 3 perces diskurzus alatt 3, 4, 5 vagy akár 6 igeidőt is kell, hogy használj magabiztosan és célorientáltan. Egyáltalán nem lehetetlen erre a szintre eljutni, tehát a különböző angol igeidőket és más nyelvtani szerkezeteket egyáltalán nem lehetetlen magas szinten használni. Ezt nem csak külföldön lehet megtanulni, Magyarországon is el tudod sajátítani ezt a tudást, de neked is áldoznod kell erre, bele kell tenni az energiát, bele kell tenni a felkészülésbe és a gyakorlásba az energiát és akár mondjuk a pénzt, és akkor, ha ezt folyamatosan csinálod, akkor igenis meg lesz ennek az eredménye, és meg lesz a gyümölcse. Még egyszer mondom, minden olyan marketing kampányt és felhívást, ami azt ígéri neked, hogy ez teljesen kiküszöböli, és megúszod, ha az új módszerüket választod, messziről kerüld el, mert nem értenek ehhez a szakmához, sarlatánok, és csak a pénzedet akarják. Köszönöm a figyelmet, viszlát a következő videóban!